Megadom a szót Apáti István képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát, hogyha annyi lenne ennek a javaslatnak a lényege, mint amennyi elvileg látszik, vagy amennyit főleg a kormánypárti felszólalók sejtettem, hogy mondani akarnak, akkor talán ennek az ülésszaknak ez lenne az egyik legrövidebb vitája. Egy EU-s jellegű, EU-s szintű szabályozás, magyar jogrendbe való átültetése alapesetben nem feltétlenül vált ki nagy indulatokat, vagy nem feltétlenül generál hosszú ideig tartó vitákat. Azonban itt nem csak kiberbiztonságról, kibervédelemről, vagy éppen fogyasztóvédelemről, fogyasztói biztonságról van szó, hanem a digitális pénz, a digitális valuták bevezetésének egy újabb, és most már nagyon jelentős lépéséről, és ráadásul egy megemelt fordulatszámról, megemelt csapásszámról is beszélhetünk, hiszen nagyon szép az, hogy a pénzügyi ágazatot is a nemzeti kiberbiztonsági stratégia részévé kívánják tenni, és össze akarják kötni a Magyar Nemzeti Bankot, valamint a Nemzeti Kiberbiztonsági Incidenskezelő Központot. Most már nyugodtan aludhat minden magyar ember, mert ilyen kiberbiztonsági incidenskezelő központtal is rendelkezünk, és ez hamarosan össze lesz kötve a Magyar Nemzeti Bankkal. Mondhatnám ezt viccesen, csak egyáltalán nem vagyunk vicces kedvünkbe, és nagyon aggasztónak tartjuk itt a Mi Hazánk mozgalom részéről azt, hogy úgy látszik, hogy a kezdeti nagy miniszterelnöki nekibuzdulás elvesztette az első nagy lendületét, és itt a tegnapi pénzügyi államtitkári pénzügyminiszteri jelentési válaszból azt a következtetést vontuk le, hogy önöknek valószínűleg eszük ágában sincs a készpénzvédelem alaptörvényben történő rögzítése, ehelyett villámgyorsan behozzák még itt a tavasz ülésszaknak az elején azt a javaslatot, amely hűen kiszolgálja a globalista elit érdekeit. Ugyanis nem beszélt arról Nacsa képviselő úr sem, és nem beszélt arról Fognagy államtitkár úr sem, arról a háttérről, hogy a nemzetközi pénzügyi világban olyan irdatlan, épp észre felfoghatatlan mértékű adósságok halmozódtak fel. Beszélhetünk itt az államadósságok szintjéről, a vállalati adósságok szintjéről, az önkormányzat adósságok szintjéről, meg persze a lakosság eladósodásról is, amelyet hagyományos eszközökkel már nem lehet kezelni. Ez veszélyezteti a globális elit hatalmát, veszélyezteti nagyon komoly globális érdekeket. Éppen ezért kell minél hamarabb, felgyorsított ütemezéssel áttérni a digitális pénzre. Ez az egész javaslat, ami itt van, nem más tisztelt képviselőtársaim, mint a digitális pénz bevezetésének és rövid időn belül kizárólagossá tételének, kiberbiztonsági, kibervédelmi szempontokból való előkészítése. Ez a javaslat szintisztán erről szól. Nigériában már bevezették, ugye nem éppen gazdasági fejlettségre híres Nigériában, pedig ott a lakosságnak még a 0,5%-a fogadta el. Kína és Oroszország, ha csak valami nagy változás nem történik, ebben az évben fogja bevezetni a digitális valutát. 2023. április 20-án az IMF Washingtonban megtartott ülésén döntött a digitális valuta létrehozásáról és bevezetéséről, és az Európai Központi Bank mindössze 3 éven belül be akarja vezetni a digitális eurót, és nem csak egyszer be akarja vezetni, hanem nagyon rövid időn belül kizárólagossá is akarja tenni. Meg fogják majd magyarázni azzal, hogy a készpénz nyomtatása, kezelése, tárolása, őrzése komoly költségekkel jár. Addig nem volt gond, sok-sok évtizeden keresztül, vagy egy több mint 100 éven keresztül, vagy akár több évszázadon keresztül nem okozott gondot a fénypénz, vagy a papírpénz kezelése, gyártása, ezzel kapcsolatos tevékenység. Most az utóbbi években hihetetlenül drágává, hihetetlenül költségessé vált, ezért is etetik a magyar választókat, meg akarják téveszteni, gyakorlatilag az egész világot, tisztelt államtitkár úr. Éppen ezért, mivel nem látjuk azt a garanciát, amely biztosítaná a készpénz használatot, a készpénz használatok a védelmét, így ebben a formájában nem fogja tudni támogatni a Mi Hazánk mozgalom frakciója ezt a javaslatot. Ez egészen biztos, hiszen saját programunknak mondanánk ellen, saját magunkkal mennénk szembe, és a saját választóinkat árulnánk el akkor, hogyha a készpénz használat a kapcsolatos alaptörvényi szintű garancia biztosítása nélkül támogató szavazatainkat adnánk egy ilyen javaslathoz, ami megint mondom, ha csak a
külső részét, ha csak a mázat kapargatjuk, akkor akár még támogathatónak is tűnne. És természetesen számunkra is probléma ezen két előbb említett pénzintézet, az Exim Bank és a Fejlesztési Bank kivételi körbehelyezése. Ez mindig gyanús, főleg az elmúlt 14 évben vált nagyon gyanúsá, amikor önök akár gondolatjelben megfogalmazva, vagy valamilyen egyéb megfogalmazási módszerrel valamit éppen kivételi körbe akarnak helyezni. És persze nagyon szép, hogyha akár az Exim Bank, akár a Fejlesztési Bank mondjuk Afrikában végrehajt különböző fejlesztéseket, és hogyha csak arról szólna, hogy Magyarország jó hírnevét öregbítik a nagyvilágban, akkor ez természetesen egy támogatható tevékenység lenne. Csak tartunk tőle, hogy arról is szól, hogy könnyebb onnan fekete pénzeket, pénzmosás útján átdolgozott fekete pénzeket visszáramoltatni, akár a magyar politikába, sokkal könnyebb megcsinálni mondjuk Afrikában, mint Európában, vagy mint Magyarországon, tehát sokkal könnyebb fekete pénzt is termelni. Valljuk be őszintén, hogy az elmúlt 3,5 évtized úgynevezett magyar demokráciája, úgynevezett magyar jogfejlődése bőven adott okot nekünk ennek a gyanúnak a megfogalmazására. Én azt szeretném önöktől kérdezni, vagy öntől kérdezni, államtitkár úr, hogy ön személy szerint mit tud arról, van egyáltalán komoly kormányzati szándék? Van-e komoly szándék önökben arra, hogy nagyon rövid idén belül a készpénzhasználatot, alaptörvény és annak védelmét alaptörvényben rögzítik a szabadságjogok című fejezetben, annak érdekében, hogy akár peresíthető komoly jogrendszeri védelmet kapni, ne csak egy lőzünk legyen, ne csak egy vagy több kampányban felhasználható hangzatos jelszó, hanem ezt valós tartalommal is meg tudjuk tölteni, hiszen tudjuk jól, hogy a digitális euró, vagy a digitális valuták bevezetésének nem csak az a célja, hogy egy teljes ellenőrzést, egy totális kontrollt valósítsanak meg az egész világ fölött a globális elit tagjai, hanem az ellenőrzésén kívül a teljes totális irányítást is át tudják venni. És az a szabadság, amely Magyarországon különösen, de egyébként a világ bármely más országában a készpénz használathoz kapcsolódik, az egy nem feladható szabadság, ez nem lehet alkutárgya. Hiszen lehet itt különböző ábrándos társadalomfilozófiai értelmezésekbe belemenni, de a világon élő emberek csak akkor mondhatják meg a teljes körön szabadnak, hogyha megvan a pénzügyi biztonságuk, a pénzügyi függetlenségük, az anyagi biztonságuk, és ha tetszik, hanem ennek nem csak most, hanem amíg ember él a Földön, részét kell, hogy képezze a készpénz használat, az ehhez fűződő rugalmasság és az ehhez kapcsolódó háttérbiztonság. Enélkül sem Magyarországon, sem Afrikában, sem sehol máshol nem képzelhető el hagyományos értelemben, egészséges értelemben vett teljes körű emberi szabadság. Ha lépésről lépésre, és most már egyre felgyorsultabb tempóban a nyakunkra fogják hozni, tisztelt államtitkár úr, itt Magyarországon is a digitális pénz térnyerését, annak kiberbiztonsági, kibervédelmi vonatkozásaival együtt, és akár 3 éven belül, akár 5 vagy 6 éven belül, tehát egy nagyon-nagyon rövid időtávról beszélünk, kizárólagosá fogják tenni, és a készpénzt gyakorlatilag megszüntetik, kivezetik, akkor az utolsó komoly fellegvára, a magyar szabadság utolsó komoly fellegvára is elvész. Mivel ennek a veszélyt látjuk ebben a javaslatban, ezért nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!